A Tatabányai volt az első vidéki színház, amely a vakok és gyengénlátók számára akadálymentesített előadást tartott 2013-ban. A Siketek és Nagyothallók október utolsó estéjén tekinthetik meg a Teljesen idegenek című darabot. Mihály Csaba elárulta, hogy is zajlik egy ilyen előadás. Jelnyelvi tolmácsolással lesz akadálymentesítve az előadás. Ilyenkor a jelnyelvi tolmács, aki nálunk a németné Dénes Tünde, az a színpad szélén helyezkedik el, kap egy külön fényt, és miközben a hallássérült nézők nézik az előadást, őt is látják, amint jelnyelvi tolmácsolással segíti a megértést. A vakoknak és gyengénlátóknak november 6-án lesz lehetőségük részt venni az előadáson. Ez egy kicsit bonyolultabb és komplexebb akadálymentesítés, mert ez három lépcsőből áll. Készítünk egy bevezető narrációt, amiben nagyon részletesen leírjuk a díszletet, a jelmezeket, a karaktereket. Tehát lényegében azt írjuk le számukra, hogy mi hogyan néz ki. Különösebb jelentést nem adunk, hanem valóban csak a látványt tárgyilagosan leírjuk, és ők ezt hangzóanyagban megkapják az előadás előtt körülbelül 10 nappal vagy egy héttel. Utána pedig egy órával korábban jönnek, mint a többi néző, és akkor körbe lehet járni a díszletet, ki lehet tapogatni a kellékeket, bele lehet ülni a díszletben a székekbe. Szóval nagyon-nagyon alapos ismeretük lesz a díszletről, mivel hogy bejárják az egészet. És a harmadik lépcső az pedig az, hogy előadás közben van rajtuk egy fülmonitor, és ott végig követő narrációt hallanak. Tehát ami a színpadon történik, és elmondható számukra, mert éppen nem beszél a színész, akkor ott megkapják azokat az információkat, ami jobban segíti őket a megértésben. Évközben, ahogy készülnek az előadásaink, akkor látjuk, hogy melyik a leginkább alkalmas arra, hogy audio-narráció segítségével akadálymentesítve legyen, és egy évente körülbelül 3-4 alkalommal tartunk ilyen előadást. Úgyhogy a 6 bemutatónkból legalább 4-et akadálymentesítünk. Az előadások időpontjait előre meghirdetik, ezzel egy időben pedig felveszik a kapcsolatot a törzsnézőkkel és a különböző szervezetekkel.